Ezt a mesét a kutyám küldi neked a KNTH gyógyvarás mesedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb. Az önző óriás. Iskolából jövet, minden délután bementek a gyerekek játszani az óriás kertjébe. Szép nagy kert volt, gyenge zöld fű borította, s a fű között, mint a csillagok, itt és ott is gyönyörű virágok nyíltak. És volt a kertben 12 őszi barackfa is, amelyek tavasszal rózsás, gyöngyös virágdíszbe borultak. Ősszel meg súlyosan ült rajtuk az érett gyümölcs. A fákon madarak tanyáztak, és olyan édesen énekeltek, hogy a gyerekek abba-abba hagyták a játékot, és az énekre figyeltek. Milyen jó itt! Kiáltották egymásnak. Egy nap aztán hazatért az óriás. Barátjánál volt látogatóban, a konvali óriásnál, és 7 esztendéig időzött nála. De ahogy letelt a 7 év, és ő elmondta már minden mondandóját, hiszen a szó belőle se áradt partalan, elhatározta, hogy hazatér a kastélyában. Amikor megérkezett, látta, hogy a kertben gyerekek játszanak. Mit csináltok ti itt? Kiáltott rájuk durva, nagy hangon, és a gyerekek elszaladtak. Az én kertem, az én kertem, mondta az óriás. Ezt mindenki beláthatja, és én nem engedem, hogy kívülem bárki is játszik bennem. Magas fallal vette hát körül, és kiakasztott egy táblát. A kertbe lépni szigorúan tilos. Igen-igen önző óriás volt. Szegény gyerekeknek most már nem volt hol játszaniuk. Próbáltak ugyan játszani az országúton. De az országút nagyon poros volt, tele éles kövekkel. Sehogyan se tudták megszokni. Így aztán iskola után rendesen a magas falat kerülgették, és a túloldali szép kertről beszélgettek. Milyen jó is volt odabent, mondogatták. Aztán megjött a tavasz, és az egész vidék tel is tele lett, apró bimbókkal és kicsi madarakkal. Csupán az önző óriás kertjében maradt meg a tél. A madarak, nem lelvén a gyerekeket, nem énekeltek benne, és a fák is elfelejtettek virágozni. Egyszer egy szép virágszál kidugta mégis a fejét a fűből, de amikor megpillantotta a tiltótáblát, annyira megsajnálta a gyerekeket, hogy visszabújt a mélybe, és aludt tovább. Nem érezte jól magát ott senki, csak a hó meg a fagy. A tavasz megfeledkezett erről a kertről, kiáltották. Így hát itt élünk majd egész éven át. A hó beborította a gyepet a nagy fehér köpenyegével, a fagy pedig beerzüstözte a fákat. Aztán meghívták az északi szelet, hogy lakjék náluk. És az északi szél el is jött. Bundájába burkolózott, és egész nap ott süvített a kertben, és lefújta a kémények tetejét. Pompás egy zug ez, mondta. Hívjuk meg vendégül a jégesőt is. Így aztán eljött a jégeső is. Minden álló nap 3 óra hosszat dörömbölt a kastély fedelén, míg össze nem törte majd mind a cserepeket, aztán körbe karikába szaladgált a kertben, sebesen, ahogy csak tőle telt. A ruhája szürke volt, és a lehellete akár a jég. Nem értem, miért késik olyan sokáig a tavasz, mondta az önző óriás, amint az ablakban ült, és kitekintett a hideg fehér kertre. Remélem, majd csak megváltozik az idő. De a tavasz nem jött el, se a nyár. Az ősz aranygyümölcsökkel díszítette a kerteket, de az óriás kertjének nem adott semmi díszt. Túlságosan önző, mondta az ősz. Így aztán tél volt a kertben szakadatlanul. Északi szél és jégeső, fagy és hó járták táncukat a fák között. Egy reggel az óriás ébren feküdt az ágyában, amikor egyszerre csak valami gyönyörűséges zenét hallott. Olyan édesen szólott, hogy azt gondolta, bizonyára a király zenészei vonulnak arra.
pedig valójában csak egy kis kenderike fütyörészett az ablak előtt. De az óriás olyan régen nem hallott a kertjében madárfüttyöt, hogy most úgy tetszett neki, ez a leggyönyörűbb muzsika a világon. És egyszerre csak a jégeső abba hagyta a táncát a feje fölött. Az északi szél se süvített többé, és a nyitott ablakon át gyönyörűséges illat szállt be hozzám. Azt hiszem, megjött végre a tavasz, mondta az óriás, és kiugrott az ágyból, körülnézett. És ugyan mit látott? Bizony csodálatos dolgokat. A fal egy kis hasadékán bemásztak a gyerekek, és most odafent ültek a fák ágai között. Amerre csak nézett, mindegyik fán egy kisgyerek, és a fák örömükben, hogy a gyerekek visszatértek, egyszeriben kivirultak, és gyengéden lengették ágaikat a gyerekek feje fölött. Madarak repkedtek körülöttük, és boldogan csicseregtek. És a virágok kidugták a fejüket a zöld fűből, és mosolyogtak. Bizony gyönyörűséges volt nézni. Csupán az egyik sarokban volt még mindig tél. Legtávolabbig zuga volt ez a kertnek, és egy kisfiú állt benne. Olyan kicsi volt, hogy nem ért el az alsó ágait, és csak kerülgette és keservesen sírt. A szegény fát pedig még egyre jég és hó fette, és az északi szél zúgott, süvített körülöttem. Kapaszkodj fel, fiacskám, biztatta a fa, és lehajtotta ágait, amilyen alacsonyra csak tudtam, de a fiúcska nagyon kicsi volt, és az óriás szíve ellágyult, amint kitekintett. Mennyire önző voltam, mondtam. Most már tudom, miért nem akart eljönni ide a tavasz. Fölteszem azt a szegény kisfiút a fa tetejére, és azután lerontom a falat, hadd játszanak, örökkön örökké keltemben a gyerekek. És bizony, nagyon bánta, amit tett. Lesurrant hát a lépcsőn, nagy óvatosan kinyitotta a főkaput, és kilépett a kertbe. De a gyerekek, mihelyt megpillantották, úgy megijedtek, hogy elszaladtak mind, és a kertben újra tél lett. Csak az az egy kisfiú nem szaladt el, mert a szeme tele volt könnyel, és nem látta, hogy az óriás közeledik. És az óriás odalopózott a háta mögé, gyengéden megfogta, és föltette a fa tetejére. És a fa azon nyomban kivirágzott. Madarak szálltak ágaira, és fütyörésztek. És a kisfiú kinyújtotta a kardját, átölelte az óriás nyakát, és megcsókoltam. És a gyerekek, amikor látták, hogy az óriás nem gonosz többé, visszaszaladtak, és velük együtt visszatért a tavasz is. Legyen a tiétek ez a kert, gyermekeim, mondta az óriás. És fogott egy hatalmas fejszét, és lerontotta a falat. És amikor az emberek déli 12 órakor piacra mentek, ott lelték az óriást. Játszadozott a gyerekekkel a leggyönyörűbb kertben, amelyet valaha is látott a világ. Egész álló nap együtt játszottak, és amikor beesteledett, a gyerekek oda mentek az óriáshoz, hogy elbúcsúzzanak tőle. De hát hol van a kis társatok? Kérdezte az óriás, akit feltettem a fára. Mindnyájuk közül ezt a kisfiút szerette a legjobban, mert ez megcsókoltam. Nem tudjuk, hová lett, felelték a gyerekek. Elment már. Mondjátok meg neki, hogy jöjjön el holnap, de biztosan, mondta az óriás. De a gyerekek azt válaszolták, hogy nem tudják, hol lakik, és nem is látták az előtt sohasem. És az óriás nagyon elszomorodott. Minden délután, mihelyt vége volt az iskolának, a gyerekek eljöttek, és játszottak az óriással. De az a kisfiú, akit az óriás úgy megszeretett, nem jött el soha többé. És bár az óriás nagyon kedves volt mindnyájukhoz, mégis majd elepett első kis barátja után, és gyakran emlegettem. Hogy szeretném látni,
mondogattam. Teltek múltak az évek, és az óriás megöregedett, elgyengült. Nem tudott már játszani se. Csak egy nagy karosszékben üldögélt, és onnan figyelte a gyerekek ugrándozását, és gyönyörködött a kertjében. Sok szép virágom van, mondta, de mégis a gyerek a legszebb virág. Egy téli reggel öltözködés közben kitekintett az ablakán, már nem gyűlölte a telet, mert tudta, nem más az, mint alvó tavasz, és csak pihennek ilyenkor a virágok. Hirtelen ámulva dörzsölte meg a szemét, és nézett, egyre csak nézett, mert bizony csoda dolgot látott. A kert legtávolabbi sarkában gyönyörű fehér virágba borult az egyik fa. Ágai aranyosak voltak, és ezüst gyümölcsök csüngtek róla. És a fa alatt ott állt a kisfiú, akit úgy szeretett. Nagy-nagy örömében lefutott a lépcsőn az óriás ki a kertbe. Keresztül vágott a gyepen, és közeledett a gyerekhez. És amikor odaért hozzá, elvörösödött haragjában, és azt mondta, ki merészel sebet ütni rajtad? Mert a kisfiú tenyerét két szög járt át, és két szög járt át kicsi lábát. Ki merészel sebet ütni rajtad? Kiáltott az óriás. Mondd meg nekem, hadd veszem legsúlyosabb kardomat, hadd vágom kettém. Megállj, felelte a gyerek. Mert az én sebeim a szeretett sebeim. Ki vagy te? Kérdezte az óriás. És szívét megfoghatatlan félelem szorította össze, és téldre borult a gyerek előtt. A gyerek pedig rámosolygott az óriásra, és így szólt hozzá. Egykor te játszani hagytál engem a te kertedben, de ma te jössz velem az én kertembe, a paradicsomban. És amikor a gyerekek aznap délután beszaladtak a kertbe, holtan lelték az óriást a fa alatt, amely teles tele volt fehér virággal.